De így nem remegett a kezdet, nem érezted azt, hogy te jó Isten vagy, te mi az a felé? Nagyon jó érzés, meg furcsa is, hogy ennyi ember előtt járt, azért az volt akkor az arénának a elődjenek, aki ott játszott, és ennyi meg tudta tömni, az olyan, mint ma most egy sportcsarnokot meg tudsz tölni perc. Jó, egy nagy különbség van, még pedig az, hogy gyakorlatilag nektek szinte semmi reklámotok nem volt. Ugye? Tehát, hogy így nem olyan... honnan tudtak az emberek egyáltalán a koncertekről? Vagy hogy jöttek ezzel? Szállj a romány útján tényleg. Meg azt hiszem egy-egy lakát azért az időparra kibotlódott. Hát nem volt akkor még annyira reklámokba dolgok. Mindenki tudta, hogy mikor ki hol játszik, valahogy magától. Ugye, egyre később itt vettétek fel a Nagy Buli című koncertlemezt, ami így a magyar rock történetnek az egyik legfontosabb élő koncertlemeze. Miért erre esett a választásatok? Vagy hogy jött ez az ötlet, mint szólt a hangverezgár ez az ötlethez? Hát ezt nem tudom pontosan, mert ez a Lajos fundált, aki szerintem azért megbeszélt a lemezgárral erőzséggel. De hát előtte volt nekünk egy éve karácsonyi bulit, ami volt a legszenzációsabb ilyen szempontból, mert az... Hát igen, de egyszerűen 23-án játszott a dolog. Igen, és ilyen katonai rőlékbefúvók voltak meg. Hát szóval az még egy egész érdekes... Nem tudom, de emlékszik rá ki más közöttek téli koncertet? Tehát ez már csak ezt a piramis koncertet találtam. Igen, ez a betűcsarnok volt. Szóval ez egy kuriózum volt. Az egy nagy kuriózum volt, volt hógolyózás, próbálózás. De ugye azért nem fagytunk meg, szóval nem volt gáz. Jani, jó hangulat, és akkor rá egy évre, azt hiszem, egy évre csináltuk egy évre a nap ezt a élőzenés produkciót, a nagy buli. Ez az élőzenés produkciót? Igen. Akkoriban még az... Akkor még nem volt. Hát, ugye, de ottomunk keveset tudtad, hogy nagyon belegó. Ilyen mobil stúdiók még nem voltak. Amit ott fölvettetek, azt már nem szoktam. Nem. Az úgy volt, hát talán valamit bele lehetett. Ja, de nem javítottunk bele mindent, úgyhogy nem igazán törődtünk azért abból, hogy mindenki nincs fel tiszta, hogy eljön. De nagyjából elég jó szó, még ma is meghallgatják, azt mondják elég ügyet. Ügyesen játszottok. Csak itt 11 éve.